Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladékmentes fürdőszobámban. A fürdőszobánk hulladékcsökkentésének alapja, hogy a használt vegyszereket a lehetőség szerint a legalacsonyabb szintre minimalizáljuk. A tökéletes tisztaság elérése érdekében azonban hajlamosak vagyunk a legkülönfélébb vegyszereket felhalmozni. Pár évvel ezelőtt én ennek vetettem véget. A fürdőszobánkban mindössze 4 féle tisztítószert használok, ezeknek az elkészítését mutatom meg ma nektek. Azonban senkinek nem kell megijednie, ugyanis ezeknek a tisztítószereknek az elkészítése csupán pár percet vesz igénybe. Ráadásul legalább olyan hatékonyak, mint bolti társaik, és még olcsóbbak is. Mindennek megfelelően 3+1 tisztítószert használok a fürdőszobában. Az egyik és legfontosabb az általános tisztítószer, ami gyakorlatilag a fürdőszobában minden felületen hatékonyan használható. Külön vízkőoldót nem szoktam keverni. Ha szükséges, akkor vízben oldott citromsavat vagy vízzel hígított ecetet használok erre a célra. Egyik kedvencem a nedves tisztítókendők. Ezeket gyakorlatilag bármilyen jó nedvszívó képességű textilből elkészítheted. Én most 2 javíthatatlanul szétszakadt pizsama nadrág szárát használom erre a célra. A nedves törlőkendőkhöz pontosan ugyanazt a tisztítószer keveréket használom, mint az általános tisztítószernél. A fertőtlenítő hatás kedvéért azonban teszek még hozzá alkoholt, vagy némolajat, vagy bármilyen olyan illóolajat, ami fertőtlenítő hatású. A mindennapi gyors fürdőszoba takarításhoz nálam ez elengedhetetlen eszköz. A harmadik alaptisztítószer nálam a WC tisztítógél. Ehhez szükség van valamilyen zselésítő anyagra, én általában xantángumit használok. Akkor sincs baj, hogyha nem sikerül csomómentesre kikeverni a tisztítószert, egy kézi mixer tökéletesen megoldja ezt. Ezekre a házilag elkészíthető tisztítószerekre általában jellemző, hogy nem azonnal hatnak. Türelemre, így kis időre van szükségünk hozzá. Érdemes befújni a csaptelepeket, a mosdókagylókat, és amíg hat, addig takaríthatjuk a fürdőszoba más részeit. A negyedik szer, amit ma elkészítek, az egy alkoholos, illóolajos légfrissítő. Csupán vízre, alkoholra és illóolajokra van szükség hozzá.
Mi ezt viszonylag ritkán használjuk, jobban szeretek szellőztetni, de biztos vagyok benne, hogy sokatoknak hasznos lesz ez az alternatív megoldás is. Nálam ezek az alaptisztítószerek a fürdőszobatakarításnál. Ha még nem tettétek meg, akkor bátran próbáljátok ki ti is ezeket, hiszen nem csak egyszerűen elkészíthetőek, de olcsóak, könnyen beszerezhető az összes alapanyag hozzájuk, és nem utolsó sorban környezet és egészségbarát megoldások. Hamarosan ismét találkozunk, addig írjátok meg, hogy nektek beváltak-e ezek a tisztítószerek. Örömmel beszélgetnék veletek arról, hogy nektek milyen további fürdőszobatakarítási tippjeitek, javaslataitok, tapasztalataitok vannak. Sziasztok!